Ez az a terület, ahol horvát búzafajtákat ültettek sombereken. Ötféle gabonát próbálnak itt ki, hogy megismerjék, hogyan teremnek a magyar viszonyok között. Ritlinger József családi gazdaságában tesztelik ezeket a fajtákat. Csütörtökön bemutatóra hívták a mezőgazdászokat, termelőket a helyszínre. Tavaly meghívást kaptam az eszeki gabonakutatóhoz egy ilyen fajta bemutatóra. Pár gazdatársa beültem a kocsiba, elmentem le, megnéztem. Láttam nagyon sok búzafajtát, és úgy döntöttem akkor, hogy mi lenne, ha otthon én is ezt kipróbálnám. Időközben februárban találkoztam Attilával, azt mondta, hogy neki ugyanez volt a gondolata, de ő a Martonvásárhelyi magyar búzafajtákat vetette horvát földbe. Elmentük egymás búzáit előtte, megnéztük, megbeszéltük, és akkor eldöntöttük, hogy mind a két családi gazdaság szervezünk erre egy külön teljes napot, hogy bemutatjuk ezeket a fajtákat. A gazdálkodó azt mondja, jónak tűnnek ránézésre ezek a búzák, de majd aratás után kapnak pontos képet arról, hogy mennyi és milyen minőségű termés várható a horvát fajtáktól. Ezekben van többféle, nem mindegy, hogy milyen a sikér, a beltartalom, a fehérje, a dupla vészám, tehát ezt csak aratás után tudom megmondani. Egyelőre ezeknek a búzáknak se kedveztünk semmivel, se különbül, úgy, mint a többi 130 hektárnak, egyforma kezelést kaptak, mindegyik ugyanazt kapta, de azt látjuk, hogy elég szépen megerősödtek, nagyon szépet mutatnak. Aratáskor 0,7 hektáron be fogjuk tudni majd mérni ezt a buzát, utána be fogjuk tudni mérni a minőséget, aki elküldte az e-mail címét, vagyis regisztrációra fölírta, annak meg ki tudjuk értesíteni, melyik fajta mennyit termet és milyen minőségben. Az adatok alapján pedig a gazdák el tudják dönteni, hogy váltanak-e az új fajtákra. Horvát oldalon magyar búzát vetettek. Az ottani gazdakör vezetője a kezdeti ötletet idézte fel sombereken. A Ritlinger Józsi barátom, meg én, tehát mi ketten kitaláltunk, mivel egy rendezvényen összejött, találkoztunk, és előtt róla a vetésterület, vetésforgók, és akkor ő említette, hogy neki vannak horvát eszéki búza kísérleti kis parcellák, hát nekünk meg a Martonvásár, és egy jó ötlet volt, hogy a kettőt összekapcsoljuk, megszervezzük a határmenti búzanapokat. Így jött így került erre sor a rendezvényre. A Baranyai Kormányhivatal vezetője azt mondta az eseményen, hogy számos kihívással kellett és kell megküzdeniük a szántóföldi kultúrák művelőinek. Az ukrán gabona árletörő hatása mellett az időjárás kiszámíthatatlansága, a klímaváltozás hatása mind ilyenek. De ettől függetlenül fontos, hogy a gazdáknak legyen hite, a gazdáknak legyen kitartása, keressék az új fajtákat, amellyel eredményesen tudnak gazdálkodni. A mai rendezvény is erről szól, és a magyar állam és a magyar állam végrehajtó szerve, a kormányhivatal pedig természetesen mind szakmailag, mind pedig finanszírozásban támogatja őket. Horváth Zoltán emlékeztetett rá, hogy óriási támogatási összeget nyerhetnek a gazdák a most indult pénzügyi ciklusban. Ez köszönhető a kormányzat kiemelt finanszírozási elhatározásának. Arra biztatok mindenkit, hogy a megjelenő, még ebben a hónapban megjelenő közös agrárpolitikás, most így fogják hívni az új pályázatai rendszert, 3500 milliárd forint kimondani is irtóztató számnyi forrás fog az agráriumban megjelenni az elkövetkező években. Ennek az az oka, hogy a magyar kormány 80%-os hazai kiegészítést biztosít minden 20%-nyi Európai Uniós támogatáshoz. Ez kiemelkedő és egyedülálló az Európai Unióban. Ezzel élni kell mindenkinek. Precíziós gazdaság támogatása, tárolók, szárítók építése. Erre számíthatnak a szántóföldi termelők első körben. Ezeket a pályázatokat még idén kiírják, így készülhetnek ezekre a szakmai pályázatokra gazdák, mondja Horváth Zoltán.